A Magyar Teátrumi Társaság 2010-ben alapította meg a Magyar Teátrum díjat, amely a színházi háttérszakmák megbecsülésének kifejezésére hivatott. Ebben az évben december 3-án lesz a díjátadó a Békés Csabai Jókai Színházba. Seregi Zoltánnal, a teátrum igazgatójával beszélgetünk a 2017-es gálaestről. Üdvözlöm! Jó estét kívánok! Ugye egy egyszerű színházba járó ember számára nem biztos, hogy egyértelmű, melyek azok a színházi háttérmunkák, amely ugye ezen a díjátadón, amelyeket ezen a díjátadón jutalmaznak. Felsorolná igazgató úr, hogy mely háttérszakmák tartoznak ide? Hát remélem nem fog kihagyni senkit, mert azért azt tudni kell, hogy például nálunk a Jókai Színházban dolgozik 20 színész, és ezen kívül van 80 közalkalmazott, még a színházban, ami tulajdonképpen mind a háttérmunka. Hiszen a takarítóktól kezdve, akik fölsöprik a színpadot előadás előtt, a világosítón át a bérszámfejtőig, aki a színházi dolgozók fizetését intézi, vagy a világosító, a hangosító, a kellékes, de az irodista, a reklám szakember, vagy a sajtós, vagy a titkárnő tulajdonképpen mind-mind azért dolgozik, hogy este fölmenjen a függöny, és a közönség egy színházi előadást láthasson. Ugye, ahogy ön is elmondta, akkor nagy részében a háttér szakmában dolgozók képezik a színház igazi mi voltját, nyilván a színészekkel együtt. Ha jól tudom, a díj emblémája egy csapágy, egy golyós csapágy. Arra lennék kíváncsi, hogy ez mit is szimbolizál. Hát ezt Fekete Péter találta ki, mint ahogy ezt az egészet, hiszen ő a háttérszakmák nagy tisztelője, és ez a csapágy, ez tulajdonképpen, ugye a csapágyban van a csomó kis golyó, és ezek mind egyfelé mennek. Tehát ez az összjátékról szól a csapágy, hogy a színházi háttérszakmáknak össze kell dolgozni, együtt kell működnie ahhoz, hogy este fölmehessen a függöny, hiszen ha nincs ott a színésznek a ruhája, az jelmeze, akkor nem tud bemenni a színpadra. Ha nincs rajta a fény, akkor hiába beszélgetnek, vagy bármilyen jelenetet játszanak el, néző nem látja, akkor nincs, akkor az nincs. Tehát sok-sok apró munkából és tevékenységből tevődik össze az, hogy amikor fölmegy a függöny, akkor egy előadást láthasson a néző, és ennek az összjátéknak a szimbólum ez, hogy sok kis apró golyóska, sok a háttérben sok mindennek stimmelnie, össze kell dolgoznia ahhoz, hogy az előadás működhessen. Ugye ezen a rendezvényen egy díjat adnak át, arra lennék kíváncsi, hogy hogyan történik maga a jelölés erre a díjra. A Magyar Teátrumi Társaság meghirdeti ezt, és akkor minden színház jelöl egy-egy szakembert, egy valamelyik háttérszakmából, és ahhoz összeül a teátrumi bizottságnak egy kuratóriuma, és azok végül is azok döntenek, hiszen a sok színházból, hát rengeteg színház van Magyarországon most hirtelen, megsatszolni sem tudom, de 50-60 biztosan, ahonnan érkezhetnek jelölések, tehát annyit nem lehet kiadni, általában 5-6 díjat szoktunk kiadni egy évben. Ha nem titkos, és megkérdezhetem, akkor idén a Jókai Színházból kit jelöltek? Hát ez titkos, mivel nem kapta meg most a kuratóriumtól az illető az esélyt arra, hogy megkaphassa ezt a díjat, de hát a mi színházunk az elmúlt 7 év alatt már 4 kitüntetettet tudhat magáénak, úgyhogy ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem, hogy több mint minden második évben volt egy díjazottunk, és erre nagyon büszkék vagyunk, de nagyszerű háttérszakembereink vannak. Mit lehet tudni erről a 4 díjazottról, mely munkaterületekről díjazták őket, illetve kik voltak ők? Hát volt köztük műszaki csoportvezető, öltöztető, kellékes és festő. Ugye a színészek számára rengeteg díj van, de a háttérszakmák szakemberei ehhez képest, tehát ahogy a nevükben is benne van, egy kicsit a háttérben vannak szorulva. Ha jól tudom, ez a díj, ez valójában egy egyedülálló kezdeményezés.
Ez így van, a háttér szakmáknak más díja jelenleg Magyarországon nem létezik. Ezek a szakemberek, akik a háttérben végzik az alkotó munkát egy ilyen díjátadó alkalmával, hogyan fogadják a reflektorfényt? Úgy itt arra gondolok, hogy nyilván ők a hétköznapokban nem úgy járnak be dolgozni, nekik nem az a feladatuk, hogy a színpadon szerepeljenek, és ilyenkor egy kicsit ők kerülnek az előtérbe. Hogyan fogadják ezt a közeget? Hát nagyon érdekes, nem mindenki jól, hiszen azért általában az emberek nagy része nem szeret szerepelni nagy közönség előtt, vagy legalábbis izgul, vagy elfogódott. Hát ők is ilyenek, hiszen valóban ők a háttérben dolgoznak, tehát nem lépnek ki a fényre, vagy a színpadra. Előtte mindig tartunk egy próbát, hogy hol kell bejönni, hol kell megállni, amikor a díj átadás van, akkor hol kell állni, stb. Tehát ez pontosan meg van koreográfálva az egész, és hát azért legtöbbször, és ezt most bocsánat, mert nem bántásból mondom, hanem együttérzéssel, hogy az izgalom miatt sok kis apró hiba van, hogy nem odalép, nem oda megy, elakad a szava, amikor beszélni kell, de hát ez hozzátartozik ez a gálához, ez már ennek a gálának a védjegye talán, hogy elfogódottak, és de kedvesek, és szeretetre méltó az, ahogy próbálnak úgy viselkedni, ahogy a színpadon kell, és hát ez ugye nem mindig sikerül. Talán ettől még emberibb és még közelebbi ez az egész estés műsor. Ugye a színészek ezen az estén egy színvonalas műsorért felelősek. Kik láthatók idén a Teátrumi Társulat, mely színházaiból érkeznek művészek? Mi lesz maga a műsor? Mit lehet erről tudni? Hát a műsor az több elemből tevődik össze. Általában azok a színházak, ahonnan a díjazottak jönnek, azok küldenek a díjazottjuk mellé egy színészt is általában, aki valamivel fellép, vagy egy verssel, vagy egy énekkel, vagy valamivel. Ez most is így lesz, de nem mindig tudnak, mert ugye ők is játszanak még, pláne most december elején, úgyhogy most idén egy picivel kevesebb lesz. Csak azért nem mondom előre, mert nem árulhatom el a nyertesek nevét sem még, de jönnek több színházból, és ilyenkor föllépnek a mieink is, tehát a mi színházunkból is föllépnek és előadnak zenés számokat. És ugyanakkor csinálunk általában egy divat bemutatót is, amiben a mi színészeink vesznek föl különböző jelmezeket, egy-egy kitűnő jelmeztervező ruháit. Általában minden évben van valaki, akinek a ruháit bemutatjuk, vagy egy színésznek a régi ruháit az operából, vagy a Nemzetinek az archívumából hozunk időnként. Tehát elég széles ez is, ez a skála is. Ugye, ahogy az elhangzott, 2010-ben alapították meg a díjat. Arra lennék kíváncsi, hogy azóta milyen visszajelzések érkeztek, mennyire szeretik ezt, magával a műsorral, az esttel, a díjátadóval, úgy összességében, mi a véleményük róla? Hát nagyon szeretik, nagyon nagy megtiszteltetésnek veszik, és hát azért ez egy elég tisztességes pénzjutalom is, amit a különböző szponzorok adnak össze egyébként, és a Jókai Színház vállalja ennek a lebonyolításának a költségeit, van egy fogadás is általában, de ez nekünk nagyon nagy dolog, nagyon szeretjük. Korábban volt egy olyan elképzelés, mikor ez az egész elindult, hogy minden évben másik színház csinálja, de aztán ugye Fekete Péter, aki ugye elkezdte, kialakított itt egy olyan rendszert erre az ünnepségre, amit nem biztos, hogy mindenki átvett volna, meg nem mindenkinek volt rá ideje, meg a végén ez ugye elhalt, és ez maradt a mi védjegyünk, de én ennek örülök, tehát ez nem baj, mert mi ezzel tartozunk a háttérszakmáknak, úgy gondolom, hiszen nekünk is rengeteg nagyszerű szakemberünk van, és egyáltalán ez most már a Csabai Színház védjegye lett, hogy a Teátrumi Gálát azt mi csináljuk. Készülnek-e idén valami különlegességgel, valami újdonsággal? Hát az újdonsága az új kitüntetettek. Az az újdonság, hiszen mindig új és új kiváló színházi szakemberek jönnek el ide, és
és veszik át ezeket a komoly díjakat, úgyhogy ennek van egy meghatározott koreográfiája, ez kialakult, ezen egyelőre nem változtatunk, mert jól működik. A televízió is felszokta venni, úgyhogy országosan is van ennek egy hatása és egy ismertsége. Igen, ez is lett volna a következő kérdésem, hogy idén lesz-e televíziós felvétel, mert ahogy a nézők megszokhatták, ugye minden évben leadja a Magyar Televízió. Igen, idén is lesz, hiszen ez is hozzátartozik ehhez a koreográfiához, mert fontosnak tartja a televízió is, hogy népszerűsítse a színházi háttérszakmákat. És itt hadd jegyezzem meg, hogy nagyon rossz állapotban van az utánpótlás. Ugye mi például ugye itt a Színi Tanházban képzünk színháztechnikusokat, hang- és fénytechnikusokat, meg videotechnikusokat, de általában elég gyenge lábakon áll országosan a háttérszakmák képzése, és kezdenek kikopni a jó szakemberek a színházakból, és egyre, illetve akik meg ott vannak, azokat meg elcsábítják sokkal nagyobb fizetésért különböző munkahelyekre, tehát ez egy komoly probléma lesz pár éven belül, ezért is fontos, hogy országosan is hírelve legyen ezáltal, hogy közvetítik, hogy felhívja a figyelmet a színházi háttérszakmák fontosságára. Melyek ezek a hiány szakmák, amiket ön is említ, illetve mit tudnak a színházak annak érdekében tenni, hogy egy kicsit ugye népszerűsítsék akár a díjon kívül is ezeket a szakembereknek a munkáját a háttérben? Hát elég keveset, ezt meg kell mondanom őszintén, hiszen nem tartozik a fő feladataink közé, de hát igyekszünk olyan szakmákat, amiket nem tanítanak, úgy kinevelni, hogy a jelenlegi szakemberekhez fölveszünk olyanokat, akiket ez érdekel mellé, és akkor kitanulják mellettük, mint régen a céheknél a szakmákat tanulók. Tehát ezt próbáljuk, de hát ez azért kevés. Ezt országosan sokkal erősebben kellene, úgy gondolom, megszervezni. Mert komoly problémák lesznek. Most hallottam legutóbb a Magyar Teátrum Egyesület ülésén, hogy sok színház, főleg a fővárosiak, de vidékiek is panaszkodnak, hogy mennek el a hangosító, a világosítók, mennek el a színháztól, és volt már arra is példa, hogy elmaradt előadás például emiatt. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly probléma. Igen, akkor ez valóban így van. Hát végezetül pedig kíváncsian várjuk majd, hogy mit hoz majd a vasárnap este, kiket fognak díjazni, és mit lehet majd erről tudni. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszönöm. Ez volt a művészbejáró. Ha szeretnék megtekinteni további műsorainkat, látogassák meg a behír.hu oldalunkat. Egy hét múlva újabb kulturális hírekkel jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Thank you.